azok, akik itt több százezer termelő tönkremenetelét jósolták, azoknak csalódniuk kell, mert bár egy jelentős megpróbáltatás az új gazdálkodói feltételrendszer az Európai Unió szabályok mellett, én mégis úgy látom, hogy a gazdálkodók azok fölvették a kesztyűt, előre menekülnek, hisz az elmúlt két évben soha nem látott mértékű beruházás, műszaki megújulás történt az ágazatban. Ez most a rendkívül nagy mennyiségű nyári kalászos gabona betakarításkor meg is mutatkozott, hisz nem volt még Magyarországon ilyen nagyságrendű termés eredmény. Ennek ellenére a legtöbb terméket az agrotechnikailag optimális időben le tudták vágni a gazdálkodók, ez nagyon örömteli számunkra. Persze a kellemes raktározási gondokkal és értékesítési gondokkal együtt, mégis úgy érzem, hogy az agrárium egy új korszakot nyitott az Európai Uniós csatlakozással. Meg vagyok róla győződve, ha az átállás kihívásaira megfelelő pozitív válaszokat tudunk adni kormányzati és gazdálkodói oldalról, hisz úgy gondolom, hogy a mi érdekeink közösek, akkor az agrárium egy fejlődési pályára állhat. Ehhez nagyon sok strukturális változásra van szükség, közösségi szervezetek fejlesztésére van szükség a termelőknek, egységes piaci fellépésre, hisz talán a legnagyobb problémánk nem is az, hogy jó minőségű terméket tudjunk előállítani Magyarországon, hanem az, hogy ezért a jó minőségért a hozzáillő, megfelelő nagyságú árat meg is tudjuk szerezni. A piaci munkán kell javítani, az érdekérvényesítő képességen kell javítani, ehhez viszont szervezettségre, integrációkra van szükség a későbbi időszakban is. Magyarországnak az egyik legjelentősebb ilyen szakkiállítása, amely nemzetközi szintre emelkedett, és a kiállított gépek, biológiai, kémiai anyagok megismerésén túl lehetőség van arra, hogy szakmai fórumokon a gazdálkodók kapjanak választ a kérdéseikre, annak érdekében, hogy élni tudjanak mindazzal a lehetőséggel, amelyet akár a nemzeti támogatás, akár pedig az Európai Uniós támogatás biztosít. Hisz nekünk a sikerünk azon múlik, hogy ezeket a pénzeket föl tudjuk-e használni, és jó célra fordítjuk-e. Ehhez megfelelő szakmai programok állnak rendelkezésre, és ami még ennél is örömtelibb, hogy a gazdálkodók részéről megfelelő innovációs készség mutatkozik. Ez bizonyítja azt, hogy a SAPAR programra 8827 darab pályázatot nyújtottak be, és fele idő alatt képesek voltak lehívni a gazdálkodók ezt az összeget, és azt is, hogy az újonnan elindult, a tavasszal elindított Agrár- és Vidékfejlesztés Operatív Programba is már közel 1000 darab pályázatot nyújtottak be. Nekem amiatt nem fáj a fejem, hogy az Európai Uniós forrásokat föl tudjuk-e használni, inkább azon kell törni a fejemet, hogy ha ilyen óriási az igény, akkor milyen módon kell elosztani úgy, hogy igazságosan jusson mindenkinek belőle. Az itt lévő infrastruktúra, történelmi épületek, a ménes, az nemzeti tulajdonban marad, mégpedig megfelelő földterülettel ahhoz képest, hogy fönn tudja tartani magát. Ez Magyarországnak egy égköve és a magyar mezőgazdaságnak a büszkesége marad hosszú távon, ez nem kerül privatizálásra. Az eddig működő termelő egységekből pedig létrejött egy olyan bábolnai élelmiszeripari RT, amely megszabadulva az óriási hitelek kamatterheitől, ami az utóbbi évben a veszteséget okozta leginkább, levegőt fog kapni, és újszerű kapcsolatokat tud kialakítani a beszállító termelőkkel, és nem mellékesen be fog tudni tölteni egy olyan szerepkört, amit itt Közép-Európában, a regionális piacon mértékadónak kell majd a későbbiekben tekinteni. Legalábbis mi kormányzati oldalról ehhez szeretnénk partnerek lenni, ehhez szeretnénk hozzásegíteni Bábolnát. Azt pedig úgy gondolom, hogy egy természetes dolog, hogy a veszteséges kapacitásokat, azokat meg kell szüntetni, hisz az adófizetők nem hajlandók a befizetett forintjaikat ilyen célra fordítani. Ez természetesen átméleti nehézségekkel jár együtt, de meg vagyok róla győződve, hogy ez a reorganizációs folyamat eredményes lesz. Köszönöm azt, hogy az idei géptámogatások, gépforgalmazás nincs abban a helyzetben, amiben tavaly volt. Ezért úgy döntött az IKR, a partnerrendező, hogy nem épít a lénát. Segítségükre siettünk abban, hogy ez a gazdanapok ne legyen szegényebb a bemutatóval, és kitaláltuk közösen a Lovak és Lóerők című rövid kis produkciót, ami azt szolgálja, hogy
szakmai módon, szakmai mélységgel, de mégis szórakoztatóan mutassa be a hagyományainkat, és azokat a gépeket, amelyek az európai szimulat hatékonyságban képviselik. A forgalmazott traktorok és az itt látható traktorok világszínvonalat képviselnek. Megpróbálunk olyan lovas produkciókat összeszedni, amik szintén világszínvonalat képviselnek. Megpróbáltuk a saját tenyészetünkből lévő lovakat bemutatni. Fogatok azok ismertek sokak számára. Ezeket egy új, kevésbé unalmas, sokak számára már unalmas formában mutattuk be, összemérve a gépi erővel a tudásukat, illetve olyan produkciókat szerződtünk, amelyek egyedülállóak. Ilyen például a kassalyos lovas éjjász produkciója, ami nagyon érdekes, aztán ilyen a western lovasok produkciója, quadmotorosok produkciója. Vannak könnyű elemei ennek a kis bemutatónak is, vannak mélyebb szakmai értelmű dolgai. Érdemes a kiállítás alatt megpihenni. A látogatók általában mindig szeretnek egy kicsit leülni, megpihenni, szemlélődni. Sok olyan tudományos mélységű ismeretterjesztő előadás anyag, ami után érdemes egy kicsit könnyedebbre váltani. 262 kiállító, 12 ezer négyzetméteren állít ki, erről többet nem kell beszélni. A látogatók szerdai napot és a mai napot összevetve bízom benne, hogy nem pártolnak el tőlünk. A tavalyihoz hasonló a forgalmunk, ami a nézőket illeti. A szerdai nap, a nyitónap az mindig egy kicsit gyengébb szokott lenni, az inkább szakmaibb. A csütörtök, a péntek pedig inkább a már az üzlet felek érkezését jósolja. Ha az idő is kitart mellettünk, én úgy érzem, nem lehetünk kukapanasztra. Meglepően tehát házasak voltak ezek a konferenciák. Látszik, hogy a termelőt nagyon-nagyon érdekli a szakmai információ. Sok a bizonytalanság itt az uniós csatlakozás kapcsolatban is, hiszen most először fogjuk élvezni az előnyeit az intervenciós áraknak, azok hogy működnek. A búzahelyzet, ugye jó termésünk van, és most már tárolási gondok vetítik előre az árnyékukat, hiszen jön az ugyancsak jó termésű kukorica napraforgó. Ez csupa olyan kérdés, ahol a hatósági, agrárkormányzati intézkedések szükségesek, és tényleg nagyon jó volt, hogy itt a termelők tudtak találkozni a minisztérium embereivel, miniszter úrral is, a államtitkár urakkal is, tehát itt egy nagyon közvetlen eszmecsere alakult ki. Az már látszott az elmúlt években, amikor végigműködött az állami támogatás, hogy a termelők, aki tehette, igénybe vette a hitelt és az állami támogatást a gépbeszerzésére, és ez azt jelentette, hogy akik igazából meg akarták venni a gépeiket, megvették. Mi erre számítottunk, és óvatosabban rendeltünk a gyáraktól, de még így is túlrendeltük magunkat egy-két modell esetében. Arra viszont nem számítottunk, hogy a szapard az ennyire el fog húzódni. Tehát, hogy az, hogy még ma is alig van finanszírozás, ami a szapardból jönne, tehát szeptember van, a gépkészleteinket finanszírozni kellett, a termelőknek kellett volna a gép, tehát itt sok feszültség keletkezett, és hát sajnos úgy látom, hogy meg kell tanulnunk, hogy az új támogatási formánál is, amit AVOP-nak neveznek egyébként, és lehet beruházási támogatást igényelni, felvenni, ennél is bizony a több hónapos bürokratikus menetre kell számítani. Megmondom őszintén, beszéltünk a illető ügyintézőkkel, nagyon készségesek, nyitottak az együttműködésre, de a brüsszeli bürokrácia ezt a menetet engedélyezte, írta elő, ezt végig kell vinni. Ez azt jelenti, hogy ha ma valakinek az agyában megfogan az ötlet, hogy támogatásra a gépet kíván venni, hát 3-4 hónapot szálljon rá, mire abból finanszírozás lesz. Ez azért fékezi a dolgot. Arra számítunk, hogy a következő 2-3 évben ilyen alacsonyabb szinten marad a gépforgalom. Hát az IKR hál' Isten több lábon áll, ezért azt a jelenséget, amit már idén is tapasztaltunk, hogy vetőmagból, növényvédőszerű műtrágyából többet adtunk el, ezt úgy látjuk, hogy ez tovább fog növekedni, mert a termelők már rájöttek, hogy az unióval versenyezni csak hatékonysággal lehet, az pedig nem hatékonyság, hogyha nem műtrágyázunk, nem védjük meg megfelelő növényeket, és nem megfelelő fajtákat vetünk. Hát én úgy látom, hogy kevesebb látogató volt, mint az elmúlt években, viszont, hogy úgy mondjam, szakmailag kiérettebb csapatok jöttek, tehát inkább a szakemberek jöttek, a komoly érdeklődésű szakemberek, és hát azt látom, hogy
Át kell gondolnunk a bábonai napokat is, hogy milyen új vonzó programokat lehet ide tenni, szerveznünk a jövőben. Viszont lesz időnk a gondolkodásra, hiszen Omék lesz 2005-ben, és Omék jövőben nem szoktunk bábonai napot rendezni.